Hogyan lesz valakiből jelmeztervező? Én úgy lettem jelmeztervező, hogy a kisképzőbe jártam a képző és iparművészeti szakgimnáziumba, és ott azt éreztem, hogy engem minden művészeti ág, tehát kamaszkoromban már nagyon izgatott az, hogy tényleg minden művészeti ág érdekel. És jártam táncolni is, és ott állt össze, egyszer csak egy, tényleg emlékszem arra a pillanatra, amikor így összeállt, hogy hát ahol ezt mindezt így bele lehet ebbe rakni, az a színház. Amúgy is a képzőművészet az gyerekkoromtól benne volt már az életemben. Így született meg bennem, hogy hát a jelmeztervezés az, ahol többféle művészeti ághoz tudok én magam kapcsolódni. Valahogy olyan szervesen alakult az érettségi után az életem, hogy egy olyan kicsi színházban dolgozhattam, ahol tényleg minden részletét kipróbálhattam, tehát a színpadon is lehettem, de közben tervezhettem is a jelmezeket, de közben varhattam is, mert ugye nem nagyon volt, aki megvarja, tehát hogy tényleg minden saját kezőre kipróbáltam. És ez után mentem az egyetemre. János Kuti Mártának nagyon sokat köszönhetek, mert ő volt ott a mesterem. Ahogy kijöttem az egyetemről, azonnal kaptam lehetőségeket, és minden egyes munkából nagyon nagyot tanultam. Tehát a színészektől, a rendezőktől, a varrónőktől, a szabászoktól. Tehát tulajdonképpen szerintem ezt a szakmát leginkább, vagy úgy mondom inkább, hogy mélységeiben a gyakorlatban lehet elsajátítani. Melyik munka jelentette számodra a legnagyobb kihívás, melyiket szeretted a legjobban? Az egyik kedvenc munkám, az a Bozsi Kivettel, itt a Nemzeti Színházban rendezte az Úr komédiásai című előadást, ami Szent Ferenc életéről szólt. Az azért volt nagyon érdekes, mert ott angyalt, Istent, a szegénységet, tulajdonképpen megfoghatatlan minőségeket kellett megjeleníteni. De ugye nem akartuk ezt ilyen szájbarágosan és ilyen naturalisztikusan. Nagyon költői és szürreális világa lett annak az előadásnak. Amúgy most ezt is nagyon szeretem, ezt a Róma és Júliát, amit csinálunk, mert itt is lehet nagyon-nagyon költőien fogalmazni. Kérlek, meséld el nekünk, laikusoknak azt, hogy mi a különbség egy jelmeztervező és egy divattervező között? Talán a leglényegesebb különbség az, hogy a jelmeztervezőnek az az elsődleges, hogy a rendező munkáját, illetve azt az egységet, amiben a rendező a karmester, vagy amiről ő szeretne beszélni, azt ő támogassa vizuálisan. Tehát, hogy tulajdonképpen nem önmagáért valók a ruhák, hanem az egészért vannak, és ráadásul azon belül is a színész karakterét segíti, az egész mondani valót segíti, a dramaturgiát segíti, és ráadásul egy egységes képet is kell teremtenie vizuálisan. Míg mondjuk egy divattervező az önmagában a ruhával foglalkozik. Mire kell figyelni, amikor egy jelmezt terveztek, hiszen a színészek élnek, mozognak a színpadon? Első körben a mondani valóra, mert ugye a színészek is abba csatlakoznak be. Meghallgatom a színészt is, hogy ő mit szeretne ebben a karakterben, és hogyha ez csatlakozik az én elképzelésemmel, akkor tényleg egymást erősítjük, ha nem, akkor meg megtaláljuk a közös utat. Tehát mindenképpen a színésszel közösen kell együtt dolgozni, persze a rendezővel meg még jobban. És aztán, amikor megvalósulnak a jelmezek, akkor meg kell oldani, hogy fizikailag is működjön az a ruha, hiába a legtökéletesebben fejezi ki az egészet, hogyha a színész esetleg nem tud vele teljesen akár csak mozgásilag együttműködni, akkor ott ki kell találni egy rugalmas megoldást, hogy ne sérüljön a mondani való, de közben meg ő is teljesen felszabadultan tudjon benne működni, vagy úgy tudjon működni, ahogy az ő karakterét segíti.
Nem titok az, hogy most itt a Nemzeti Színházban vagyunk Vidnyánszky Attila által rendezett Rómeós Júlia próbáján. Vidnyánszky Attila egy interjúban azt mondta, hogy a Rómeós Júliával az a célja, hogy a reneszánsz világot idézze meg, de mégis kortalan formában. Ezt jelmezekben hogyan lehet visszaadni? Ez tényleg a nagyon szerettem munkáim közé tartozik, hogyha lehet ilyet mondani. Nagyon-nagyon izgalmas és nagyon kísérleti dolog számomra az, hogy hogyan tudom szervesen úgy összefúzionálni a reneszánsz és a mai formákat. Nagyon-nagyon izgalmas lehetőség, hogy hogyan teremtem meg ezt az egységet a két világból, tehát a mai és a reneszánsz világból, hogy közben ez egy ilyen teljesen természetes megjelenést adjon. Mert hogy nekem ez fontos volt, hogy közben meg emberközeli maradjon a megjelenés. Annak ellenére, hogy persze nagyon szépek, de hogy ne legyen elidegenítő a szépségük. A Capulet és a Montagu családnál az volt nekem a vizuális alapkoncepcióm, hogy ott a struktúráltság szerintem nagyon fontos. Tehát, hogy ők gondolkoznak, ők terveznek, tehát, hogy én ezt mind struktúrának értem. Ők meg akarják határozni, hogy kihez menjen férhez a lányuk. Tehát, hogy ez mindenképp egy struktúra, ami megjelenik formailag is például a Capuletné ruhájában. Van egy ilyen négyzethálós szoknya rajta, de hogy az egész ruha egy ilyen nagyon struktúrált ruha. Ezzel szemben a Rómeónak meg a Júliának a ruhája, pláne onnantól kezdve, hogy találkoznak, egyre organikusabb. Milyen színházi háttérszakmákkal kell neked együtt dolgozni, és alapvetően hogyan kell egy ilyen tervezési folyamatot átosztásig elképzelni? Hogyan indul ez? Ez úgy indul, hogy ugye a rendező felkér a munkára, elolvasom a darabot, aztán leülünk és megbeszéljük, hogy ő mit szeretne ezzel mesélni, vagy ő mit lát. Nyilván nekem is lesznek ehhez csatlakozó gondolataim. A színházban pont az a gyönyörű, hogy így összeadódnak a dolgok egy közös nagy cél érdekében. És akkor ezután kezdem el a karaktereket ezekből a gondolatokból megformálni. Azt megmutatom neki, és akkor azt gyúrjuk, hogy igen, nem, e felé, a felé. És akkor több ilyen találkozó után kialakulnak a végleges jelmeztervek. Akkor szokott lenni egy olvasópróba, és ott az olvasópróbán szoktam a színészeknek általában, amikor van rá lehetőség, megmutatni, hogy milyen jelmezekben lesznek. És aztán persze van egy ilyen a színházakban, hogy tervelfogadás, ahonnan, ez egy hivatalos elfogadás, ahonnan kezdve elkezdjük gyártatni a jelmezeket. Ez minden színházban másképp zajlik, ahol van saját varoda, ott a saját varoda gyártja le az ember, ahol nincs, ott meg nekem kell összeszedni a csapatot. Van, amikor a cipőket is legyártatjuk, a fejdíszeket legyártatom, hogyha olyan a tervezés. A díszlettervezővel is kezdettől fogva együttműködünk, tehát ebbe a kis megbeszélős csapatba, amikor a rendezővel még a legelején, a darab elolvasása után találkozunk és megbeszéljük, rögtön ott van mindig a díszlettervező. Tehát ez tulajdonképpen ilyen kis hármas, hogy a rendező, a díszlettervező és a jelmeztervező együtt alakítja a vizualitást. Amikor egy jelmezes próbára, vagy akár egy bemutatóra kerül sor, akkor az öltöztetőkkel hogyan dolgozol együtt? Oda mész hozzá, és elmondod, hogy ennek meg ennek a színésznek így kell, és így kell, hogy eljön a ruhája? Igen. Amikor már elkészülnek a ruhák, és ugye túl vagyunk az első ruhapróbákon, hogy a színészekre rápróbáltuk, és véglegesítésre kerültek, akkor átadjuk az asszisztensekkel az öltöztetőknek a ruhákat, és akkor ott végig mondjuk, hogy melyiket mikor veszi fel, melyiket hogy kell fölvenni. Azonnal ez nem biztos, hogy pont úgy néz ki, de ilyenkor szoktuk, amikor első öltözés van, amit most is láttatok. Ez alapján szoktuk még csiszolgatni, hogy ott abban a jelenetben azt ne vegye föl, abban a jelenetben viszont azt meg vegye föl.
az ne legyen rajta, azt gomboljuk be, azt vegyük le, az elszakadt, azt meg kell javítani, stb. Hogy akkor ahhoz, hogy ne szakadjon el, mit kell csinálni, tehát hogy ilyeneket szoktunk ilyenkor még a bemutatóig.